Ha a tájegységeket tekintjük, akkor innen Fehérgyarmatról, a Szamosház központjából indulva, a két folyó közötti erdőhát falvain keresztül a szatmári Tiszaház széléig haladunk. A két történelmi központját, Nagy Károlyt és Szatmár Németit elvesztett Szatmár megye új kulturális és gazdasági centrumokat igyekszik teremteni. A csaknem 9000 lakosú Fehérgyarmat az egyik ilyen régi, új város. Hiszen a fontos kereskedelmi utaknak és átkelőhelynek köszönhetően 1418-ban már egyszer megkapta a mezővárosi címet. Meseszép formájú, fa galériás, négy fiatoronnyal ékes temploma a 15. században épült, harangját Ecsedi Bátori István ajándékozta 1486-ban. XX. századi lassú fejlődését különös módon egy tragikus esemény gyorsította föl. Az 1970-es szamosi nagy árvíz. A szakemberek szerint legfeljebb 500 évenként valószínű egy ilyen esemény. A sorozatos és rendkívüli esőzések 1970 tavaszán több árhullámot indítottak a Szamoson, Krasznán, Túron, Tiszán. Május 14-én késő délután a hihetetlenül gyorsan emelkedő víz romániai területen több száz méteren átszakította a gátat, és a határon átzúdulva órák alatt tucatnyi falut elsöpörve és mintegy 30 kilométert megtéve Fehérgyarmatig jutott. A védekezés szinte reménytelen volt, mert 15-én hajnalban a város körzetében is több helyen szakadt a gát, mintegy 70 millió köbméter vizet árasztva a Szamos közbe. Fehérgyarmat lakóházainak 60%-a megsérült vagy elpusztult. Az újjáépítés országos összefogása nagy lendületet adott a településnek. Lakóinak száma 10 év alatt csaknem 2000-rel nőtt. 1978-ban visszakapta régi városi rangját. Ennyit a történelemről. De mielőtt a szakadó esőben tovább indulnánk, későbbi látnivalóink mintegy előzeteseként pillantsunk be a Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet bemutató termeibe, ahol egyrészt a vizek és erdők élővilágát, a hagyományos vízi és erdei mesterségek munkaeszközeit és szerszámait láthatjuk, másrészt egy szépen szemléltető botanikai kiállításon a szatmári táj növényvilágát.